Úr, tisztelt Országgyűlés! A második Orbán kormány eddigi tevékenysége bizony nem nélkülözi a hazadírozás elemeit. Az első és eddigi legkárosabb fogadása arra irányult, hogy az egykulcsos adó majd behozza az árát. A sok 100 milliárd forintos költségvetési kiesés eredményeképpen felpörög a gazdaság, és egy új fejlődési pályára áll az ország. Ezzel szemben az egykulcsos adó a magyarok többsége számára az adók emelkedését hozta, a legjobban keresők megjutalmazását áfaemelésből, járulékemelésből, a magánnyugdíjpénztári megtakarítások enystandjából finanszírozták. A kormány akkor is hazárjátékot játszott, amikor arra számított, hogy se a magyar civil társadalomnak, se a nemzetközi szervezeteknek nem lesz egy szava se ahhoz, ahogy a Fidesz maga alá hajtotta a bíróságokat, a jegybankot, a közszolgálati médiát, az egyetemeket és meg annyi más intézményt. Az előkészítetlen reformterveknek, átalakításoknak nem a működés javulása, hanem a szétzilálódás lett a következménye. A magyar polgárok joggal fejezték ki tiltakozásukat a reformkapkodással szemben, a nemzetközi szervezetek pedig általában joggal mutattak rá, hogy a Fidesz törvényei hol sértik az uniós és nemzetközi jogot. Ám a kormány nem zavartotta magát, és megkezdte mindez idáig legnagyobb hazárdjátékát, mely Magyarország szuverenitását veszélyezteti. Elkezdett játszani a tűzzel, az államcsőd lehetőségével. Fontos hangsúlyozni, hogy az előző szocialista szabaddemokrata kormányok és a Fidesz együtt felelős azért, hogy idáig fajult a helyzet. A tények azonban tények. A magyar államadósság nem csökken, hanem még a nyugdíj megtakarítások felélése után is nő, ahogy nő az infláció is, és a költségvetési hiány sem tudja kordában tartani Matolcsi miniszter úr. Megszorítás követ megszorítást, miközben a gazdasági miniszter romantikus fejlődési terveket fogalmaz meg. Így kényszerült rá a harcias kormány, hogy az Unióhoz és az IMF-hez forduljon egy készenléti hitelkeretért, belátva, hogy egyedül nem tudna ellenállni egy újabb spekulációs támadásnak. De a hazardírozás még ebben a helyzetben is folytatódik. Mondjuk ki, amit mára már szinte mindenki lát és ért, az Orbán kormány nem akar igazán megegyezni az IMF-fel és az Európai Unióval, arra számít, hogy a készenléti hitelkeret nélkül is elevizkélhet a következő választási. Mert hogyan is lehetne másképp értelmezni Fellegi Tamás miniszter úr azon szavait, hogy a kormány nem ért egyet azzal, hogy a tárgyalások előfeltételei között olyan kérdések szerepeljenek, amelyeknek semmi köze a gazdaságpolitikához. Ez a kifogás már önmagában hadilában áll az igazsággal, hiszen minek van köze a gazdaságpolitikához, ha nem a jegybank törvény részleteinek? Arról nem is beszélve, hogy Magyarországot pontosan azért fenyegeti az uniós források egy részének elvesztése, mert a kormány képtelen letenni az asztalra egy olyan konvergencia programot, ami megalapozott számokon és nem a megszokott ötleteléseken alapul. De miért is jönne be a szakadék szélén való autózás, ha a hazardírozás folyamatos kudarcokat hozott Magyarország számára? Így nehéz másról beszélni, mint csődkormányzásról. Nézzük tehát, milyen következményekkel szembesülhet Magyarország egy csődkormányzás eredményeképpen. Az egyik következmény, hogy az ország beszorul a fekete bárány szerepébe, és ez lényegesen csökkenti annak esélyét, hogy a számunkra fontos ügyekben kedvező eredményeket érjünk el a nemzetközi partnerekkel. A következő, hogy az új uniós tervezési ciklusban rosszabb feltételeket tudunk csak kiharcolni. A miniszterelnök úr holnap a tervek szerint megbeszéléseket folytat Barroso bizottsági elnökkel. Üdvözölnénk, ha végre sikerülne lezárni a kötelezettségszegési eljárásokat, ám ennél sokkal valószínűbb, hogy az EU vezető intézményei megelégelik a cicázást, és még komolyabb ultimátumokat kap a kormány. Már az eddigi kérések sem valamilyen ördögi mesterkedés eredményei voltak. A gazdaságpolitika bizonyos elemei közösségi szabályozás alá esnek, ezt pedig a Fidesz is elfogadta, amikor kiállt az uniós csatlakozás mellett. De az újabb kérések már az Orbán kormány gazdaságpolitikájának lényegét érinthetik, a lakosságot értelmetlenül sarcoló sárga csekkadót, a bújtatott áfaemelésnek tekinthető telefon- és internetadót, és az igazságtalan és növekedést korlátozó egykulcsos jövedelemadót. Sürgősen abba kellene tehát hagyni a hazardírozást. Az árat ugyanis Magyarország polgárai fizetik meg a magasabb adókban, a csökkenő uniós támogatásokban és Magyarország esetleges elszigetelődésében. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Az elhangzottak
Csépalvai Zoltán államtitkár úr kíván válaszolni. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Arra kérném, hogy a tényekhez kicsit közelítsünk, és nagyon kérném képviselő urat is, hogy figyelje esetleg a napi sajtót. Tehát ezelőtt egy órával például a portfólió azzal a címmel jelenik meg, hogy 6 országnak sikerült mármint csökkenteni az államadósságot. És ebből a 6 országból az egyik ország az Magyarország. Ez ott van fönn a portfólió honlapján, olvasható legalább egy órája. Tehát kérem, kövesse a mindennapi eseményeket, ha nem hisz a mi szavainknak, vagy nem akarja elhinni, amit mi állítunk, az Európai Unió számítása szerint is 2010-ben az államadósság GDP arányosan 81,4% volt, és 2011-ben 80,6%-ra csökkent. Úgy gondolom, ez innen látható, és Magyarország egyike annak a 6 országnak, amely képes volt csökkenteni az állam adósságot. Ugyanez vonatkozik egyébként az államháztartási hiányra is. Az Unió is elismeri azt a számot, amit a magyar kormány is közölt, hogy az elmúlt esztendőben az államháztartás többlettel zárt, szuficites volt, 4,3%-ban. Amennyiben az egyedi egyszeri tételeket mind a kiadási oldalon, mind pedig a bevételi oldalon figyelembe vesszük, akkor pedig ez 2,43-es hiányt jelent, ami szintén a 3% alatt található. És a kormány többször kifejezte elkötelezettségét, és ezt a benyújtandó konvergencia programban is így szerepelteti. Nevezetesen ebben az évben az áramháztartás hiánya GDP arányosan 2,5%, jövőre pedig 2,2%. Az ehhez szükséges lépéseket pedig megteszi a kormány azért, hogy végre kikerüljön az ország a túlzott deficit eljárásból, amiben 2004 óta van. Azért szeretném a képviselő is látná azt a trendfordulót, ami 2010 óta, 11 óta látható. 2004, tehát amióta az Európai Unió tagja Magyarország, egészen 2010-ig sohasem volt az államháztartási hiány a 3%-os limitnél kisebb. Borzasztó érdekeket tudnék mondani, 2004-ben 6,5, 2005-ben 7,9, 2006-ban 9,3%-kal, vagyis majdnem minden évben duplája volt ennek a 3%-nak. Egy nagyon jelentős fordulatot hajtott végre a magyar kormány azzal, hogy a tavalyi esztendőben a államháztartási hiány, amennyiben ha az egyedi tételeket figyelembe vesszük, akkor 3%-os hiányküszöb alatt van, amennyiben az egyszeri tételeket pedig belekalkuláljuk, akkor pedig nyilvánvalóan a 4,3%-os szuficittel található, és ez az az átalakulás sorozat, amin az ország átment az elmúlt időszakban, azok a reformok, amelyeket az ország keresztül vitt, kezdhetném itt az államigazgatásnak az átalakítását, amelyik nagyon nagy hatékonysági növekedéssel jár. A felsőoktatás átalakítását, a munkaerőpiac átalakítását, az adóreformot, amit ön is említett, amelyik sokkal inkább a munkára ösztönöz, az adók szerkezetében azt az átalakítást, amelyik a foglalkoztatásra és a jövedelmekre rakódó adókat csökkenti, vele párhuzamosan az adók súlyát a forgalmi adók felé tolja el, és ez a szerkezet sokkal inkább támogatja a gazdasági növekedést. Ezek a változások együttesen meghozzák azt az eredményt, hogy ebben az esztendőben és a következő évben is a magyar kormány az államháztartási hiányt 3% alatt tudja tartani. Tehát nincs itt szó semmifajta hazárd játékról. Tudom, ez így nagyon kellemesen fel lehet vezetni egy napi rend előtti kérdést, hogy milyen hazárjátékokat játszik a kormány. A kormány nem játszik semmiféle hazárjátékokat, nagyon kemény munkával, nagyon sok küzdelemmel végigvisz egy nagyon mély reformprogramot, aminek a végeredménye az, hogy csökkent Magyarországon az eladósodottság, amit örököltünk a korábbi kormánytól, és Magyarország stabilan 3% alatt tudja tartani az államháztartási